Üdvözlök mindenkit a csatornán, én Pintér Máté vagyok. A mai videóban könyvekről lesz szó, ugyanis sokszor előfordul, hogy kezdőként az ember szeretne valami könyvet olvasni, sőt nem csak kezdőként, úgy általában előfordul, hogy az ember szeret olvasni az adott hobbiáról, vagy az adott témáiról, és ez a mai rész erről szólna, hogy ilyen könyvekről beszélünk, legalábbis bemutatnék egy párat, ami nekem megvan. Természetesen ez nem egy teljes kollekció, csupán azok a könyvek, amik eddig eljutottak hozzám, és azokról mondanék pár szót, hogy melyik milyen, mik az előnyei, mik a hátrányai, mit érdemes beszerezni, hogyha az ember szeretné egy kicsit papíron látva is elolvasni azokat a dolgokat, amiket így amúgy kipróbálgatunk. Az első könyvünk nem is lesz más, mint ez a kis könyvecske, az Édesvízi parányok című könyv. Ez a Búvár zsebkönyv sorozatban jelent meg, még valamikor elég régen, ezért 1990-ben, ezért már csak antikváriumban lehet többnyire megszerezni, illetve nyilván használtan. Én is így szereztem meg, talán a Vaterán vettem. Két része van egyébként ennek a könyvnek, nekem az első van meg, ami többnyire az algákról, baktériumokról és ilyen vízi élőlényekről szól, de van egy második része is, azt szintén érdemes beszerezni. Én talán múltkorában láttam fönt valahol, úgyhogy majd mindenképp be fogom szerezni a későbbiekben. Ennek a könyvnek az a nagy előnye, hogy rengeteg faj van leírva, amiket találhatunk a vízben, színes könyv egyébként, és könnyebben azonosíthatjuk, hogy milyen példányokat is találtunk, könnyebben beazonosíthatjuk őket. Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, aki szeretne algákkal és vízi élőlényekkel foglalkozni, hiszen legalább talál róluk információkat és be tudja azonosítani, hogy mit is lát a mikroszkópban. Természetesen azért a korlátozott mérete miatt nyilván nem fért bele minden, de a zöld algákról és baktériumokról elég sok mindent megtalálunk ebben a könyvben. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki algákkal foglalkozik, az első részt. A második részben talán már kicsit összetettebb élőlények is vannak, majd, hogyha az is meg lesz, akkor arról is lesz videó a későbbiekben. A következő könyv nem más, mint a Mikroszkóp használata című könyv Kótai Istvántól. Ez szintén egy egész régi könyv, 1979-es. Egy jó barátomnak köszönhetően került hozzám, és nagyon szeretem ezt a könyvet olyan szempontból, hogy ez inkább ilyen kísérletezős könyv, tehát inkább ilyen gyakorlatiasabb kísérletek vannak leírva, hogy milyen mintákat gyűjtsünk, miket láthatunk a mikroszkópban. Ezért kifejezetten ajánlott annak, aki már nem feltétlenül a legalapabb dolgokkal foglalkozik, hanem már szeretne konkrét mintákat vizsgálni, és elég sokszínű egyébként, sok olyan dolgot találtam már benne, amit még máshol nem feltétlenül borlottam bele, de mindenképp érdemes beszerezni, aki kísérletezni szeretne inkább. Nem annyira elméleti könyv, de nagyon, nagyon érdekes könyv, úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek, azért a vége felé már vannak olyan dolgok, amiket én mondjuk például nem biztos, hogy elvégeznék, de attól függetlenül kifejezetten érdekes kísérletek vannak benne, úgyhogy ez is egy nagyon jó könyv, tudom ajánlani szintén mindenkinek. Az egyik kedvenc könyvem a mikroszkópos témában az az itt látható Kísérletezz a mikroszkóppal című könyv Dr. Lovas Bélától. Őt egyébként érdemes figyelni, mert nagyon jó könyvei vannak a témában. Szerintem ez az egyik legjobb mikroszkópos könyv, legalábbis azok közül, amiket eddig olvastam. Nagyon sok technika van benne leírva, nagyon sok optikai tudás is, és az egész, hogy hogyan működik a mikroszkópunk, és hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni belőle. Itt már azért szó van azokról a technikákról is, amiket láthattunk, például a sötét látótérről, Ferde megvilágításról, Reinberg szűrőkről, kondenzor használatról, és nagyon-nagyon sok kísérlet is van benne, amiket ki lehet otthon próbálni. És egyébként emellett, hogy nagyon sokat lehet tanulni a mikroszkóp használatáról, természetesen ugyanúgy a különböző élőlényekről is vannak képek benne. Nagy részt fekete-fehér, de a közepén van egy színes rész is, ahol színes képek vannak, úgyhogy még akár fajok azonosításához is használható tud lenni.
Nagyon szeretem ezt a könyvet, mert tényleg nagyon sok információ van benne, és a mai napig előveszem, hogyha valamivel foglalkozom. Úgyhogy ezt is mindenkinek ajánlom. Hát szintén már újonnan nem nagyon lehet beszerezni, de aki megtalálja valahol antikváriumban, vagy bárhol, mindenképp ajánlom. Talán az egyik legjobb könyv azok közül, amiket én eddig olvastam. A következő könyv nem más, mint a mikroszkóp használata című könyv Bruno Kremertől. Ez a könyv beszerezhető újonnan a távcső mikroszkóp és a BTC oldalán is, úgyhogy ő egy kivétel a sok bemutatott könyv közül, ugyanis ő egy új könyv, én is tavaly vettem, amikor elkezdtem foglalkozni a mikroszkópiával. Én mindenképp javaslom olyan szempontból, hogy könnyen beszerezhető, viszont talán én azt tapasztaltam, hogy nem annyira gyakorlati, mint a Lovas Béla féle könyv, legalábbis nem olyan könnyű megfogni kézzel a gyakorlati feladatait a dolognak, de mindenképp vannak benne olyan kísérletek, amiket könnyen elvégezhetünk otthon. Szinte minden témáról vannak képek, kísérletek, és természetesen színes könyvről beszélünk, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép, fényes lapokkal ellátott könyv. Ennek az a legnagyobb előnye, hogy ezt beszerezhető bármikor újonnan, és nem kell annyira lesni az oldalakat, hogy megtaláljuk. Én kifejezetten az elején olvasgattam sokat, ez is hasonlóképpen, ahogy Lovas Béla könyve is a mikroszkóp működéséről is szól, és azon felül nyilván bemutatja a mikroszkópia különböző ágait, legalábbis a fénymikroszkópia különböző ágait, akár a polarizációról van szó, akár az előbb említett színszűrőkről, de vannak benne már csiszolatokról is kísérletek, úgyhogy nagyon sok témát érint egyébként, de nem annyira részletekbe menő szerintem, viszont arra jó, hogy kapjon az ember egy big picture-t az egész mikroszkópiáról, legalábbis ezen részéről. Ezt a könyvet is ajánlom, de ezt mondjuk mindegyik el fogom ma mondani. Hát az előbb hazudtam egy kicsit, mert valójában nem az az egyetlen új könyv. A következő, igen, nehezebb dolgom lesz, ez a Biológia című könyv Fazekas György és Szerényi Gábor által. Ez az első kötete ennek a könyvnek, amelyben többnyire a kisebb molekulákról és élőlényekről van szó. A következő kötetben azt hiszem már az emberi dolgokról van szó, de ez még az állati rész is, ami az előtt van. Nagyon érdekes könyv, én főleg azért vettem meg, mert annó a biológiai tudásom, legalábbis amit középiskolában össze lehetett szedni, az már erősen megkopott, és akkoriban még nem is nagyon érdekelt ez a téma. Viszont így, hogy ezt a könyvet sikerült megszerezni, azért egy kicsit visszatérhetek a nem csak a mit látok a mikroszkóba, hanem hogy miért kérdésre. Kifejezetten tudományosabb könyv. Azt hiszem úgy reklámozták, vagy úgy írták, hogy ez kifejezetten az érettségi és az egyetem közti szintre való. Hát én még nem mondanám, hogy az érettségi szinten vagyok, úgyhogy egyébként egy kifejezetten nehézkes olvasmány annak, aki még az elején van, de nagyon részletes. És azt tudom javasolni egyébként, hogyha valakinek megvan, ne adj Isten, az Asztrofizika mindenkinek című könyv, ami nyilván nem mikroszkópos téma, hanem az a csillagokról szól, az abban működő folyamatokról, és megveszi hozzá ezt a könyvet, akkor egy nagyon jó képet tud kapni arról, hogy mennyire sokszínű is a világunk, és mennyire összefügg minden mindennel, hiszen az is valamennyire, sőt elég tudományos, de ugyanakkor érthető módon magyarázza el, hogy keletkeznek a különböző elemek a csillagokban, és milyen folyamatok játszódnak le, és utána ebben a könyvben megtudhatjuk, hogy ezekből az elemekből hogy is lesz maga az élet, és hát azért ez mindenképp egy nagy pozitívum, hogyha az ember egy kicsit jobban érdekli a téma. Úgyhogy ezt a könyvet is tudom ajánlani, de inkább azoknak, akik a tudományosabb része felé szeretnének, érdeklődnek a biológiának, illetve a mikroszkópiának. Az utolsó könyv pedig, amivel rendelkezem, hát a legnehezebb dolgom vele van, az Uránia állatvilág című könyve, amely az alsóbbrendű állatokról szól. Főleg fekete-fehér képekkel van illusztrálva, de ennek ellenére egy nagyon részletes könyvről beszélünk. Én kifejezetten a vízi dolgok miatt vettem meg, az egysejtűek miatt, de egyébként egészen az egysejtűektől különböző rákokon át, férgek törzsein keresztül, a kagylók, mindenféle, már a rákok is, már a pókszabásúakról is szól, szóval egy kifejezetten
sok oldalú könyv, ez főleg nagyobb állatokról szól, mint sem a mikroszkópiai méretekről, de egyébként mindenképp egy nagyon érdekes határozó azoknak, akik érdeklődnek a természet iránt. Egy kifejezetten vaskos könyvről beszélünk, úgyhogy nagyon sok információ van a benne megtalálható osztályokról és fajokról, úgyhogy ez is egy nagyon hasznos könyv tud lenni. Bár én mostanában kevesebbet használom, de például előfordul, hogy vannak olyan dolgok a vízben, amiket csak ebben a könyvben találok meg. Úgyhogy ezért mondom, hogy ezek a könyvek mind-mind hasznosak tudnak lenni. Ugyanis amikor az ember keresi, hogy mit is látott a mikroszkópban, minél több lehetősége van utána nézni, annál hatékonyabb lesz a keresés, annál könnyebben találja meg őket. Úgyhogy én ezekkel a könyvekkel kezdtem az ismerkedést a mikroszkópiával. Természetesen még van egy jó pár, amit tervezek beszerezni, de majd arra is sor kerül. Viszont szerettem volna adni egy pár tippet azoknak, akik most kezdik az ismerkedést, vagy csak úgy szeretnek olvasni, mert egyébként én nem annyira szerettem régen olvasni, még az általános iskolába, viszont miután lett egy csomó olyan hobbim, ami nagyon érdekel, annyira megszerettem, hogy már így el sem tudnám képzelni olvasás nélkül a hobbikkal való ismerkedést, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy egyet-egyet szerezzen be, és járjon nyitott szemmel a könyvesboltokban, mert lehet találni nagyon érdekes könyveket. Ez a mai videó, ez ennyi lett volna. A hétvégén várható a következő videó, amelyben a polarizációs mikroszkópiáról lesz szó. Természetesen az egy gyakorlati videó lesz, majd látunk szép színes dolgokat a mikroszkóp alatt. Viszont most köszönöm szépen a figyelmet, és hogy itt voltatok. Ha nem tettétek volna még, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!